Paul Johnson, tessék. Elnézést, félretárcsáztam. Hívás kapcsolás, a nevet kérem. Az előbb P. Johnson számát kértem a Queenslandbeli Rómában. Ketten vannak, és a másodikat kérem. Már is kapcsolom. Halló? Halló, Peter Johnson keresem, az Ausztrál vérvonalnál dolgozik. Sajnálom, de nincs itthon, holnapra várjuk. Átadhatok egy üzenetet? Ön a felesége? Ki keresi? Nem érdekes, majd inkább később visszahívom. Randim van, Randim van. Ó, szia, Becky. Jól érzed magad? Persze, remekül, csak telefonálnom kellett. Ó, Craig-el szombaton moziba megyünk. Két hét alatt a második randi. Remek. Jody. Igen? Ha valaki megcsalna téged, tudni szeretnéd? Miért? Ki csalt meg? Senki. Senki. Úgysem számít. Egyszerűen gyönyörű vagy. Mintha egyenesen rádöntötték volna. Anyáé volt, és a nagyié. Ugye majd nem veszel alá farmert? Úgy tűnik, koszorúslány leszel. Furcsa, hogy ismét férfi lesz a háznál. Persze megőrítenek. A lakás tele van a holmiaikkal. Nedves törölközők a padlón, félig megivott teák. Zoknik az ágy alatt. Nagyon hiányzik Terry, igaz? Fel kell újítanunk a házat. Gondolod, akkor visszajönnek? Nem azért. Jodyval több időt fogunk itt tölteni. Nem akarunk Claire-éknél lábatlankodni. Nekem nincs házam. Építenék egyet, ahol egyedül laknék, és Claire gyerekei meglátogatnának. Én lennék a Dilis Tess nénikéjük. A lökött véllány 60 macskával száraz serit iszogatva. Utálom a macskákat. Megjött az ebéd. Köszönjük, anya. Hiányoztak. És szükségünk lesz még további fél tucat. Figyelj, Becky! Ha van valami mondani valód, miért nem tudod kibökni? Mi van? Kivel csal? Michellel? Ellisonnal? Emmával? Mi van velük? Craig megcsal valakivel, erre célozgattál tegnap, vagy nem? Jody, én nem rólad és Craigről beszéltem. Nyugodtan elmondhatod, mert magamtól is kideríteném. Jody! Nem rólatok van szó, fogd már fel! Na igen, persze, akkor miért hoztad fel a témát? Jézusom, Jody! Figyelj, Becky, a barátom vagy, nem titkolózhatsz előttem. Igazad van, tényleg nem. Na hát! Thank you.
Hogy fogadta Claire a hírt? Nem jól? Ha munkát kérni jöttél, sajnálom. Akkor sem állnék be, ha nem lenne több lehetőségem. Azt hittem, tiszteled őt. Miért hagyod, hogy bolondot csináljon magában? Maga derítette, ki maga mondja el. Nem tehetem. Mert nem elég bátor hozzá. Benned sincs sok kurázsi. Ki más mondhatná el? Meg? Szinte az anyja tönkretenni a jó kapcsolatukat. Jodynak sosem hinné el. Tess? Szétszakítaná őket. Szeretnéd, ha ez történne velük? Ezért kell neked közölnöd. Mert nem vagy fontos. Anya, ezzel ne fáradj, kérlek. Nem fáradtság. Apátok is el akart jönni, de nincs egy szabad perce. Na persze. Neki is hiányoztok. Tényleg? Tudjátok milyen. Valóban helytelen volt, hogy nem szóltam arról, hogy tudunk a rodeóról. De bebeszélte nekem, hogy így helyes. És ahogy teltek az évek, egyre nehezebb volt, és nehezebb. És utána minden olyan zavaros lett. Semmi baj. De igenis baj van. Azért, mert ti itt éltek, és vissza akarom kapni a családomat. Kérlek, gyertek velem haza. Apátok is ezt szeretné, higgyétek el. Akkor miért nem jött, hogy elmondja nekünk? Megpróbálom rávenni, de nem is értem, hogy szerethetem, hiszen olyan makacs. De már ez is valami, ugye? Semmi baj. Úgy sajnálom. Sajnálom. Felhívtam Emmát, és ki akartam belőle csikarni, de egyszerűen nem volt hajlandó bevallani. Biztos, hogy Craig megcsal. Talán Becky tényleg valaki másról beszélt. Nem, egész biztos. A szemembe se tud nézni. Sashát is felhívnám, de ő tuti kamúzna. Tess! Telefon! A Melbourne-i barátod, Simon. Köszönöm meg. Férfi zokni? Most már mások szennyesét is kimosod? Nem, ez az enyém. Alvás közben melegíti a lábamat. Ilyen hőségben? Minden rendben van? Rossz hír. Nem. Egész jó hír. A kávézó virágzik, alig győzik munkával. Megígértem nekik, hogy beszállok. Mi? Igen, gyakorlatilag könyörögtek. Az ajánlat ugyanaz, ami legutóbb. Tulajdonostárs leszek, és részesedést is kapok. És egyszerűen csak igent mondtál. Azonnal szükségük volt a segítségre. És ha Claire hozzámegy Peterhöz, mihez kezdjek itt? Én csak útban lennék itt. Persze, visszajövök az esküvőre. Claire meg fog döbbenni. Még ne szólj neki, kérlek. Még nem tisztáztam mindent, és szeretném írásban látni. Ismerem Claire-t, megpróbálna lebeszélni. Azt mondaná, szeretné, ha maradnék.